Sziasztok! Ebben részben bemutatjuk nektek a Mikrotik Audience otthoni Wi-Fi mesh tesztjét. Ez a termék a gyártó kifejezetten mesh megoldásra szánt otthoni eszköze. A gyártó legtöbb termékével ellentétben ezen a terméken látszódik, hogy sok időt fordítottak a dizájnra és a megjelenésre. Az Audience egy változatban létezik, ami lehet akár router, akár mesh egység is. A terméken két darab gigabites LAN port található, amikből az egyik képes a PoE fogadására is. Vezeték nélküli interfészeket tekintve rendelkezik egy darab 2 GHz-es 2x2 MIMO-s interfésszel, egy darab 5 GHz-es 2x2-ös MIMO-s interfésszel, valamint egy darab 4x4-es 5 GHz-es MIMO-s interfésszel a mesh számára. A csomag tartalmazza a normál jack-dugos tápegységet is. A készüléket telefonról Mikrotik alkalmazás segítségével állítottuk be, és 2 perc alatt végeztünk a beállítással. Új meshpoint hozzáadása esetén nem szükséges a mobil alkalmazás, csak a rajta lévő gomb megnyomásával egyszerűen összepárosítjuk az eszközöket. A tesztünket egy nagyméretű polgári lakásban végeztük el, ahol a vezeték nélküli kommunikációt nagyban nehezítik a vastag falak, a nagy távolság, illetve a házban található többi vezeték nélküli hálózat. A tesztünk során arra törekedtünk, hogy otthoni felhasználó szerepét játsszuk el, és a lehető legegyszerűbben, leggyorsabban mobil applikáción keresztül állítsuk be ezeket az eszközöket. Akkor lássuk a mérési eredményeket. Az első mérési helyszínünk a router közelében volt, ahol mobiltelefonnal speedtest.net segítségével 224 megabit per szekundumos letöltéssebességet mértünk. Ugyanitt laptoppal iPref segítségével 322 per 217 megabit per szekundumot mértünk. A második mérési helyszínünk 3 szobával arrébb található, ahol beüzemeltük a mesh egységet. Erre mobiltelefonnal felcsatlakozva speedtest.net segítségével 93,1 megabit per szekundumot mértünk. Ugyanerre az eszközre felcsatlakozva Wi-Fi-n, laptoppal, iPerf-fel 114 megabit per szekundumos le és 140 megabit per szekundumos feltöltéssebességet mértünk. Ugyanezen a helyszínen a mesh egységre kábelen rácsatlakozva iPerf-fel 139 per 146 megabit per szekundumot mértünk. A tesztünkből kiderült, hogy a 4x4-es kapcsolat a termékek között meglepően nagy sávszélességet biztosít, és ez a kliensek számára érezhető. Továbbá meglepődtünk, hogy a Mikrotik mobil alkalmazása mennyit fejlődött az évek során, és ezáltal sokkal egyszerűbben beállíthatóak a készülékek. Ez volt a Mikrotik Audience otthoni Wi-Fi mesh tesztje. Bármilyen kérdésetek van, írjátok meg nekünk kommentben, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!